Jó reggelt, 0222 ez van ma, február 22-e, hétfő, szép napot mindannyiuknak. Ma tavasz időnk lesz, látták az imént az időjárás jelentést. Hát a tavaszra jellemzőek a nagy megmozdulások, legalábbis a történelem ezt mutatja. Bőszeret, ami első vendégünk ma reggel a liberálisok képviseletében. Jó reggelt. Jó reggelt. Ez a pedagógus megmozdulás is egy ilyen tavaszi fuvallat? Hát nekem erős a megérzésem, hogy még csak most kezdődik a tavasz ilyen értelemben is, és nagyon bízom benne, hogy ennél csak jobb lesz az idő. Én elég nagy erőt is érzékelek benne, úgyhogy abban reménykedem, hogy hamarosan kitavaszodhat az oktatás ügyben is. Van itt igazi megértés? Ez azért kérdezem, mert szemmel láthatólag két ellentétes mozgás indult el a társadalomban, ez teljesen természetes. Az egyik, amely a pedagógusok törekvéseit támogatja, a másik, amelyik látszólag nem ért semmit az egészből, és egészen másról, pénzügyi követelésekről, vagy kötelezővé tett együttérzésről, kötelezővé tett kockásingekről beszél, erről a Magyar Idők ma ír is részletesen. Mint hogyha ha már ebben sem akarnánk érteni egymást, mondjuk miért pont ebben akarnánk? Igen, az engem teljesen ledöbbent, hogy, és ennek ilyen harcosai főleg Lázár János és Orbán Viktor, akik úgy csinálnak, mint hogyha ennek a követeléscsomagnak a legnagyobb része az lenne, hogy a pedagógusok kevesebbet akarnak dolgozni és többet keresni, és egy ilyen telhetetlen bandával állunk szemben, akik ráadásul annyira becstelenek, hogy maguk előtt tolják a gyerekeket. Ez pont az ellentétje annak, amit a pedagógusok csinálnak. Én részt veszek rendszeresen ezeken a demonstrációkon. Nagyon jó érzés, hogy egyre többen vagyunk, és azt gondolom, hogy ez nem most kezdődött, nem is most lesz vége. Az a fajta nem megértés az egész NERT leírja, ami zajlik a kormánykörökben jelen pillanatban, és így nem fogunk előre lépni, és abban is egészen biztos vagyok. Azt mondja, hogy rendszeresen részt vesz a tüntetéseket, hát pont ez a vád ezekkel a megmozdulásokkal szemben, hogy ott az ellenzék is megjelenik. Hát igen, én azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember most már így van, hogy részt vesz a tüntetésekben, és az is látszódik, hogy olyan elemi erővel mentek előre azért a pedagógusok, amit nem lehet csak úgy megtámogatni, ráadásul úgy, hogy azért az ellenzék egy jó ideje gyengélkedik, és nem képes úgy megerősödni, ahogyan szeretne. Szóval én azt gondolom, hogy ez kizárólag társadalmi kezdeményezéseken keresztül valósul. Az ellenzékkel mi a baj, miért gyengélkedik, és mondjuk a liberálisok miért gyengélkednek? Én azt gondolom, hogy egyfelől nagyon jól sikerült a Finkelsteini kommunikációs hadjárat. Azért látjuk azt, hogy a kormánynak annak ellenére a legnagyobb ellenségei a liberálisok, hogy közben azért mégiscsak elég kis szeletet tudnak kiszakítani a politikai palettából. Úgyhogy ez egy egészen elképesztő ambivalencia szerintem a kormány számára, hogy miért kell tovább gyengíteni a liberálisokat, amikor egyébként ez is nagy feladat van. Ez olyan, mint a kommunistázás? Hát azt gondolom, hogy igen, és hát megdöbbentően hiteltelen egyébként az, amit most ön említ. Saját magukról is hoz bizonyítványt, állítám ki. Hát persze, mert, abszolút. Nem csak a kormányról. Tehát, hogyha én azt kérdezem, hogy olyan, mint a kommunistázás, ugye azt mondhatjuk nagyjából, hogy azért valóban kommunista magok nincsenek a magyar társadalomban, vagy legalábbis az olyan nagyon nem látszik. Liberális sincs már. Sokan vannak azok, akik liberális értékrend szerint élnek, és liberálisnak is vallják magukat. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy nehéz történet újra elkezdeni, bízni egy politikai erőben, amely elvesztette egyszer a választók bizalmát. Szerintem ez egy nagyon nagy feladat, amiben mi belevágtuk a fejszénket 3 évvel ezelőtt, és azért az is látható, hogy voltak próbálkozások arra, hogy valamilyen liberális formáció talpra álljon, és olyan mértékben sem tudott talpra állni, mint ahogyan mi elindultunk, és elkezdtük fejleszteni ezt az egyelőre pici pártot, de azt el kell mondanom, hogy azért erősödünk mind a tagságunkat tekintve, vannak önkormányzati képviselőink, szóval, hogy vannak lokális, és azt gondolom, hogy egyre növekvő méretű sikereink azért. Na, lássuk a lapszemlét, ha benne van. A Magyar Időktől már idéztem, de már azt nem tudom őszintén, szóval, hogy a nézőknek is mondtam-e, vagy csak önnek itt, mikor lehuppantunk. Azt hiszem, hogy talán érintőlegesen, igen. Hogy a Magyar Idők arról ír, hogy kötelezővé tették az iskolákban a pedagógusok, a diákoknak a kockás inget, és ettől látszik ez ennyire egységesnek ez az iskolai társadalom.
Mit gondol erről? Én ezt teljes döbbenetnek tartom, szóval ez az a fajta meg nem értés, amiről itt az elején beszéltünk, hogy egész egyszerűen a demokráciának a szembeköpése ez, amikor egy demonstrációt ilyen módon próbálok elbagatelizálni, és úgy csinálni, mintha ez valami fajta hóbort lenne. Ráadásul a kötelezővé tétel az alapvetően ennek a kormánynak a stílusa, és gyakorlatilag a pedagógusok most éppen a kötelezővé tétel ellen emelik fel a szavukat. Látjuk azt, hogy az oktatási rendszerben minden, ami választható, minden, ami lehetséges, az fejleszt, minden, ami kötelező, az pedig elszívja a levegőt, elszívja a szabadságot, és a valódi fejlődés korlátja. És én azt gondolom, hogy egy olyan kormány, meg egy olyan minisztérium, amelynek most páratlan felelőssége van abban, hogy hallgasson a szakmára, ezt ilyen egyszerűen lesöpri, akkor saját magáról állít ki bizonyítványt valóban. A Magyar Idők címlapján látszik az a vita is, ami szintén kibontakozott a magyar társadalomban, hát legalábbis a politikában. Brüsszelben elfogadták a magyar megoldást, hirdeti a Magyar Idők Orbán Viktor sikereként. Az egész ellenzék egy emberként zúdult rá Orbán Viktorra a brüsszeli csúcstalálkozó után, mondván, hogy elárult mindent, amit itthon ígért. Most akkor melyik az igaz? Ez szerintem egy döbbenetes játszma, amit Orbán Viktor játszik a menekült kvótákkal kapcsolatosan. Van a jelenleg... Pedig közben megmutatom, bocsánat a kedves nézőknek, a Magyar Hírlap címoldalát is. Nosza, elértük a kitűzött célokat, ez a címsor. Ugye arról tudni kell, hogy a kvótahatározat az egy nemzetközi jogi értelemben kikényszeríthető határozat, ez az, ami szólna a kvótákról. A bizottság küldött is levelet minden tagországnak, köztük Magyarországnak is, hogy törekedjenek arra, hogy ezt elfogadják, törekedjenek egy közös felelősségvállalásra, hiszen páratlan méretű humanitárius katasztrófával állunk szemben, és valahol ez az európai ság, amiről beszélni kellene, szemben azzal az európaiságról, amiről Orbán Viktor beszél, és arról beszél, hogy ez az egyetlen kis sziget lesz itt Magyarország, amelyik meg tudja őrizni az európai értékeket, hogyha kitakarít innen mindenfajta multikulturalizmust és elfogadást, és azt mondom, hogy ez teljesen szembe megy mindennel, amiről szól ennek a kontinensnek az elmúlt 60-70 éves építkezése, de ami a jelenlegi európai tanács üléséről vonatkozik, ott is azt gondolom, hogy Orbán Viktor minden fórum felé megpróbálja eljátszani azt a jó fiút, aki még éppen nem bukik meg. Tehát ez egy olyan politikai nyilatkozat, amiben hitet tesznek amellett az európai tagországok, hogy közösen kell fellépni, és fel kell lépni, hiszen nagy a feladat. Most ebbe beleegyezni, akár hallgatólagosan, akár aláírással, akár szavazattal, ez valami fajta olyan politikai szándékot takar, amiben azt gondolom, hogy én részt szeretnék ebben venni. És hogyha a magyar miniszterelnök ezt nem így gondolja, szerintem egy olyan hiteltelenség számára, nem csak a nemzetközi mezőnyben, hanem itt a belpolitikában is, ami nem való. De hát ez ennél most bonyolultabb. Már bocsánat, hogy vitatkozom. Orbán nem vétózott, ezt írja a Népszava, és hát tényszerűen Orbán nem vétózott, miközben olyan elfogadott dokumentummal találjuk szembe magunkat, amire ő azt mondta, hogy ez soha. Igen, és ugye... Tehát a hiteltelenség az mindkét irányban inkább ettől van meg. Tehát itthon azt mondta, hogy azt nem szavazza meg, ott meg megszavazta. Ott meg megszavazta, és akkor ráadásul a megszavazás ellenére a kvótahatározatot az Európai Bizottságnál pedig megtámadja. Tehát hogy azt gondolom, hogy olyan, mintha neki ilyen kis kazetták lennének a fejében, amelyek teljesen elválnak egymástól, és különböző fórumoknak másfajta viselkedésformát, meg másfajta politikai szándékot tart. Így van, és hát nyílik egy másik fiók például a putyini Oroszországban is, és azért ez is egy olyan vetület, ami azt gondolom, hogy egészen elképesztő, hogy üzenek a nemzetközi mezőnynek azzal, hogy én Moszkvából érkezem Brüsszelbe. A Népszabadság címoldalán, na ilyen sem volt, még a Klassz FM szerepel, Simicska küzd rádiójáért, a Fidesz elhallgathatna, aztán van itt egy erős állítás, törvényesen alig ha lehet elszedni a Klassz FM frekvenciáját, hát ez egy tévedés tulajdonképpen, mert hát 7 év után
automatikusan el lehet redni, hogyha úgy akarja a hatóság. Igen, és hát azért azt is láttuk, hogy aki vagy ami szemben fordult ezzel a kormánnyal, és azért Simics Kalajos elég rendesen szembe fordult Orbán Viktorral, a legnagyobb derültségére az ellenzéknek, meg talán sokaknak, akiknek nem tetszik a kormánypolitikája. Én tartogató, hogy ez meg fog történni, persze nem látok bele ezekbe a folyamatokba, de azt gondolom, hogy ez nagyon is egy lehetséges forgatókönyv. A Magyar Nemzetben pedig azt a polémiát nyitják ki, hogy voltak éppen mit írt alá Orbán Viktor Brüsszelben, erről még mi is beszélünk a mai reggel, meg mi is váltottunk szót Bőszanettel az előző percben. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.